Felemásra sikerült a Fátum Nyíregyháza bemutatkozása a nemzetközi porondon. A Közép-Európai Liga a MEVZA kupa nyitó tornáján a Continental Arénában kedden a szlovák Slavia Bratislava ellen magabiztos 3-0-ás sikert arattak a nyíregyházi röplabdások. Csütörtökön viszont a cseh bajnokság ezüstérmese, az Olomouc ellen már nem jött össze a bravúr a Fátum csapatának, a csehek 3-0-ra győztek a nyírségiek ellen. A Fátumnál tét mérkőzésen először léptek pályára a nyári szerzemények, Tatjana Matic, Sandra Kalicanin és Kotor Máréka, valamint a felnőttek között debutált a 15 esztendős Szabó Lili is. Az első mérkőzésen viszonylag könnyedén, talán a második játszmában nem, ott 15-16 pont környékig szorosan volt egymás mellett a két csapat, de mindegyik végjátékban gond nélkül tudtunk ellépni, és csináltuk meg a saját dolgunkat. Az első mérkőzésünkben talán ez volt a legfontosabb. A második meccs az Olomouc ellen egy nagyon erős gárda rutinos játékosokkal, akik kihasználtak minden általunk vétett hibát. Tulajdonképpen ez a fő, amit meg kell tanulnunk ebből a mérkőzésből. Tanulásra pedig nem sok idő van, hiszen jövő héten rajtól a női NB1-es bajnokság alapszakasza. Mindenképpen a védekezésünkben és a védekezésünkből való visszatámadásokra kell a hangsúlyt fektetnünk az elkövetkezendő 1-2 hétben. Most jövő vasárnap a Palota ellen játszunk, utána héten a Vasas ellen. Azt gondolom, hogy a Vasas most a nagyobb volumenű mérkőzés, arra fogunk inkább hangolódni és készülni. A Fátum Nyíregyháza október 14-én lép pályára a Palota ellen idegenben, a Vasas pedig hazai pályán október 21-én fogadja majd.